A Püspökladányi Asztali Teniszezők Egyesülete július 8-án és 9-én a Kabai Sportcsarnokban rendezte meg a veterán pingpongosok versenysorozatának újabb állomását. A versenyzők korcsoportokra és versenyszámokra bontva több mint 20 kategóriával léptek asztalhoz. Ezen a találkozón a megyei bajnokságoktól akár az NB2-es versenysorozat játékosaival és más rangos bajnokságok szereplőivel is találkozhattunk. A kétnapos verseny Szegi Emma polgármester nyitotta. A Püspökladányi Egyesületnek hihetetlen rutinja van most már a szervezésben. Mennyi idő, mekkora munka, mekkora feladat egy ilyen szuper versenynek az összehozása? Hát végül is egy más hónapos szervezési munkát igényel egy ilyen nagyszabású rendezvénynek a szervezése, összehozása, tehát megszervezni. Rengeteg a korosztály, rengeteg az érem, és az éves sorozatban hihetetlen sok a helyszín. Hány helyszín lesz még ebben az évben, ebben a sorozatban? Hát éves szinten tudom mondani, hogy 10 helyszín van, és ennek a egyik helyszíne az Kaba, és ma-holnap Kabán mérik össze a versenyzők a tudásukat. 21 kategóriában kategóriák első helyezettjei kupát kapnak, az első három helyezettjei pedig éremmel lesznek díjazva. Már a bemelegítésnél is látszott, hogy bizony itt komoly tudású játékosokat is láthatunk. A holnapi nap folyamán lesz itt világbajnok versenyzőnk is, a mai nap van Európa bajnok versenyzők is, és több első osztályú versenyző. Mi motiválja a Püspökladányi Egyesületet arra, hogy ilyen hatalmas fába vágja a fejszét, hiszen azért maradjunk ebben, itt promotereket kell találni, nagy szervező munka. Mi motiválja önöket? Magában a kihívás. Tehát a nagy kihívás, hogy ezt meg tudjuk szervezni minden évben. Néhány perccel vagyunk túl az első mérkőzés után. Én úgy gondolom, hogy ha az úgy összegzem a mérkőzés, hogy győzött a rutin, de a harmadik szett az már szoros volt. Az aránylag szoros volt, de sokkal jobb volt az ellenfél, főleg az első két szettben. Megilletődötten kezdtük nagyon a mérkőzést. Látszott, hogy pörgetnek minden labdát, és a droplig túlszálltak, tehát izgatott volt a csapatom, és így sokat hibáztunk. Nagyon meglepett engem, hogy a fonálpörgetés remekül működött. Egyik erősségünk, de sajnos mondom, nem tudtuk kezelni az ellenfélnek a pörgetéseit, ez volt a kulcsa a vereségünknek. Összeszokott a páros egyébként? Igen, hát megye egybe játszunk már évek óta, és igen, összeszokott. Milyen reményekkel indultak a mai napon? Hát úgy voltunk vele, hogy erőfelmérő, mivel csak megye egybe játszottunk, azt is tavaly, azelőtt megye kettőbe, tehát tudtuk, hogy szerényebb képességűek vagyunk, de ki akartuk magunkat próbálni jobb ellenfelek ellen is, hogy mire vagyunk képesek. Itt komolyabb ellenfelekkel is tud találkozni. És nincs olyan edzésen olyan ellenfélünk, akivel gyakorolhatnánk ezt, akik ilyen szinten pörgetnek, és ez volt a hátrány, mert ha olyanokkal játszunk több ilyen meccset, mint ez az ellenfél volt, vagy ezek, akkor szerintem fogunk fejlődni. A modern pingpongnak egy sajátossága, hogy hihetetlen nagy súlyt helyeznek a szervákra. Ez a baj, hogy nálunk sincs olyan szuper szervánk őszintén, csak egy natúr nyesés, vagy egy oldalfalsos van, és az már ilyen szinten kevés. Hogyan lehet készülni egy ilyen megmérettetése? Hát szokásos módon készültünk, hát heti kettőször edzünk, úgyhogy mi ettől többet sajnos nem tudunk, amatőrbe csináljuk. Mérkőzések után levezetés az hogyan lesz? Hát még nekem egyéni meccsem lesz, tehát itt nem lehet levezetés, mert muszáj készülni, délután egytől játszunk egyéni meccset. Hogyan válik egy edző, egy teljesen átlagos edző, hogyan válik egy országosan, talán nemzetközileg elfogadott valódi nagymesterré? Rengeteget dolgozni kell.
dolgozni kell különböző szinteken, és hogyha eljut egy magasabb szintre, akkor már lehet országos szinten is, vagy válogatott szinten is, és mindennek a lényeg a munka. Kik voltak a legsikeresebb tanítványai eddig? Eddig, hát, ezt hangsúlyozom, eddig. Hát elég sok volt, mert volt az utolsó nem kínai világbajnoknak én voltam az edzője, ez 20 évvel ezelőtt volt, Schlager Werner, azon kívül 7 Európa bajnoknak voltam edzője, 12 játékosom volt, aki a világ 50 legjobbjába volt a világranglistán, plusz mellé rengeteg verseny, nagyon sok volt, 25 Európa bajnoki érem, olimpia 4 közt, világbajnokságon 3. helyezett, világbajnoki cím, olimpián 4 közt, tehát Európa versenyeken, nemzetközi versenyeken 200-250 érem, nagyon sokat dolgoztam. Mit szól ez a versenysorozathoz? Hiszen igen, hát ez egy nagyon, ez a szerintem az asztali tenisznek a létjogosultsága, az, hogy egyre, tehát megmarad hosszú távon, ez ezeknek a korosztályoknak köszönhető, akik hihetetlen ambícióval, komoly szinten nagyon-nagyon lelkesen küzdenek, és ez az asztali tenisz megmentésének egy nagyon komoly állomása, illetve rengetegen idősebb korban asztali teniszeznek, mert ez az asztali tenisz olyan sportág, hogy lehet úgy is űzni, hogy csak pingpongozok, de úgy is, hogy keményen asztali teniszezek. Tehát mindenki a saját fizikai állapotának megfelelően különböző szinteken tud játszani, és ez nagyon fontos, hogy egyre, tehát nagyon sok ember van, és országos ranglista versenyek, múlt hónapban én rendeztem egyet Kiskunfélegyházán, most itt van Kabán, tehát nagyon fontos, hogy az embereknek megmarad ez a szint, ez a tömegsport szint, illetve egy kicsit magasabb szint is.